No, vártam egy kicsit, hogy elinduljon ugye az elmúlt napok történései után, sose lehet tudni. Szóval nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez főleg azoknak szól, akik majd később nézik vissza a streamet, mert hát sajnos ez megint egy ilyen délelőtti gerilla stream lesz. Na most a lényeg annyi, hogy azt hiszem kevés olyan játék van, ami igazán történelmet csinált az informatikában, és a top 10-ben gyakorlatilag én azt hiszem, kijelenthetjük, hogy a Tomb Raider 1996-ból az nyugodtan mondhatjuk, hogy benne van a top 10-ben, és szerintem a mai napig hatással is van úgymond a játékiparra, pedig már, hát ugye még a film 2018-ban a legutóbb ugye, ami kijött, tehát egészen a múlt évig biztosan jelent meg mindenféle fajta film, játék, meg mindenféle újrafeldolgozás. Na most érdekes, én rá akartam keresni a Wikipédián az eredetire, közben most látom, hogy a dátumot rosszul írtam be. Meg is van. Úgyhogy erről lenne szó, Tomb Raider, és hát ez nagyon sokaknak nagyon kellemes emléket idéz, és hát ez milyen egy szuper dolog már, és nagyon sokan szerették volna, hogyha ez tömegek számára most már idővel, mint retro game hozzáférhető lenne. Na most, amit nekem itt láthattok, ez egy MX Linux, tehát hogy a félreértések elkerülése véget, amit majd látni fogtok, az teljes egészében open source és a Tomb Raider egy úgynevezett újraírása. De nézzük meg is meg akkor, hogy miről van szó. Na most nyilván a Tomb Raider maga az már a játékosok egy jelentős részének ismerős lehet. Van egy ilyen projekt, hogy xproger.info per project per openlara. És még nem hallatszik annyira a zene. De valamit kellene már hallani. Kicsit állítok a streamen. És a lényeg, még egy pillanatnyi állítgatás, mert azt szeretném, ha ez mindenkihez eljutna. Jó. Balakú. Na szóval, történet lényege, hogy annak ellenére, hogy nem kapták meg a forráskódot, egy csapat úgy döntött, hogy akkor újraírják. És hát itt van az SRC könyvtár, és láthatjuk, hogy 4 órája javították, 3 hónap, 16 napja, és hát itt lehet böngészni a frissítéseket, javításokat. YouTube channel, Discord channel, van itt minden, kérem szépen. Most én ezt rábízom mindenkire. Én erre már korábban felhívtam a figyelmet egyébként, de még akkor nem volt ennyire kidolgozva, még ennyire nem haladtak előre a dologgal. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele a lecsóba, mert 1000 dolgot lehet valamiről beszélni, de mindennél beszédesebb, ha az ember mutatja. Nézzük meg Lara Home. Először így jön be maga a játék, úgymond. Ez egy webes, bárki ugye megnyitja ezt a weboldalt, amit egyébként a videó alatt feltöntettem, akkor bejön ez az ablak. Alt Enterrel, vagy pedig itt a Go Full Screen-nel fel lehet rakni. Nagyban. És akkor látjuk, hogy van Lara otthona. Lara's Home Controls. Itt van az állítgatási lehetőség. Jump a day. Control az action. Fegyver a szóköz. Nézelődés a C. A googolás a Z. Na hát igen. Sejtettem, hogy nálam át kell állítani. Jó, tehát akkor nálunk ez lesz a googolás. Most már az Y. Dash. Az az X. Ugye van ilyen ugra-bugra funkció, majd mindjárt megnézzük ezt a gyakorlatban, és az Enter, az a Start. Jó lesz ez így. Kell valami? Escape. Nem, ez kilépett. De jó, elmentette, jó van akkor. És Tab Go Back, az volt még odaírva. Sound. Jó, tabot kell nyomni, mert az Escape kilép. Detail Level. Közben átváltam a chatet is.
mostanában így néha elfelejtem olvasgatni, elnézést kérek. Jó? Minden csutkán van. Látjuk, hogy egyből indul a játék, tehát semmi dolgunk nincs vele. Ez teljes egészében a Tomb Raider 1 nulláról újraírt verziója és a rajongók által, tehát félreértések elkerülése véget. Ebbe egy szem gyári kód nincs. Game, start game, exit game, load game. Load game-re arányolok, nincs még semmi. Jó van akkor. Nézzük meg Lara otthonát, akkor a gyakorlatban nézzük meg, hogy működik a játék. Teljes egészében ez mindenkinek világos, gondolom, hogy webböngészőből fut. Welcome to my home. I'll take you on a guided tour. Meg is nyomjuk H betű, és akkor még egyszer megnyomjuk, akkor eltűnik, és akkor láthatjuk, hogy mi is ez. A shift-tel valkolunk, ugye, meg oldalra lépünk, és akkor mit adtunk meg? Az Y-t még. Hát ez valamilyen nálam nem olyan nagy siker, de nézzük szét Lara otthonában. Azt hiszem, van itt még egy érdekesség. De nem ez az. Ez az. Ha lenyomjuk a C-t, és megnyomjuk a Ctrl-t, akkor first person nézetbe mehetünk, tehát egy ilyen belső nézetes módba, mint a Doom, meg az összes többi ilyen FPS játék. Okay. Let's do some tumbling. Tehát nem ez a megszokott. Ugrok egyet. Now press it again and quickly press one of the directions and I'll jump that way. Aha. Hogyha nyomom az irányt, meg a D betűt, azaz az ugrást, mert azt nem változtattam, meg akkor itt oldalt is lehet ugrani. Szép házad van, nyanya. Ah, the main hall. Sorry about the crates. I'm having some things put into storage and the delivery people haven't been yet. Majd a project oldalt azért még megnézzük külön. Run up to a crate, and while still pressing forward, press action, and I'll vault up onto it. Azt mondta, hogy action-nel másszunk fel. Ez egyfajta gyakorlópálya, ugye? Hogyha ide megyünk, közelebb állunk, és ide állunk, akkor control előrével felmászunk valahol. Ha valakinek tényleg kimaradt volna ez a játék, előfordul, meg egy újszülöttnek egyébként is minden viccú. Jaj, fitta frigyláda, na tessék, erre fel tudunk messzi, nem? Na várjál, felugrani, fel tudunk a frigyládára. Nem, de mögé beugrottunk. Ez mekkora? Aha, kijönni se tudunk. Na most mi lesz? Tényleg nem tudunk kijönni. Ez mekkora szívás? Na most? Jó van. Akkor az én karrierem ezennel itt véget is ér az otthoni pályán. És azt mondja, hogy game, exit to title. Közben Alt-Enterrel visszarakom nagyba. Game, start game. Közben azon gondolkozok, hogy ennek az Open Larának kellene legyen valamilyen plusz leírása, ugyanis a GitHubon megtalálható a forráskód, de hogy honnan indul, itt van, hogy mi inspirálta őket, ez az Open Tomb. És rá is kattintunk mindjárt, és azt írja, itt van a Project Web oldala. Hát miről van szó? About, és itt van, hogy ez egy keresztplatformos újraírása az engine-nek, ugye a kereszt platform azt jelenti, hogy minden, tehát Windows-on, Linux-on, Macintos-on mindenhol elfut, itt vannak a binárisok, amit le lehet tölteni, és ugye itt írják azt, hogy nem használ semmilyen forráskódot, annak ellenére, hogy kéregettek, tehát nem kaptak semmit, és akkor az egészet megcsinálták kompletten nulláról, tehát completely from scratch. És hát itt láthatunk belőle részeket. Jó, ezt mindenkinek meghagyom, ilyen érdekes olvasmány, nyilván még nagyon sok mindent lehet erről találni, és hát van egy Facebook oldaluk is persze, tehát azért itt egy... Ez is igen mutatós. No, akkor játsszunk egyet.
Hát csak egy ilyen nagyon szörmentén, tehát azért nem akarom annyira húzni az időt. Nyilván a nagy többség számára azért ismerős. Ami nekem nagyon tetszik, ez rögtön, ez a belső nézet, ez baromi vagány. Akkor volt egy ilyen, hogyha lenyomom a C a nézelődés, a D meg az ugrás, ugye az ugrást, tehát először a C-t meg a D-t megnyomom, akkor lehet így nézelődni. Ez nagyon baró. De egyébként, hogyha bármi kimaradna, vagy nem menne, akkor itt meg tudjuk nézni. Úgyhogy akár mehetünk is. Előveszem a fegyvert. Így van, ezt muszáj volt kipróbálni. Közelről vajon milyen lehet? Azt mondom, hogy fegyvert elő. Tiszta Counter Strike. Na jó, az azért nem. Hajjaj. Vajon bekaptam egy-két nyilat, mi? Így kellett volna menni, mert ott vannak ilyen nyilak a pálya elején mindjárt. Hopp. Aha, most már nem aktív. Na jól van. Úgyhogy ez vagány. Ha valakinek esetleg mászkálhatnék, ja támad, vagy rátér a nosztalgia. Ugye ez az, amikor így kontrollal fel tudunk mászni. Ez pedig az oldalra ugrás. Jó, itt nincs semmi, akkor gondolom mehetek fel ide. Neki szaladok a falnak, kontrollt nyomok, felmászik. Ugye? Na. Ó, de. Megszenved a csaja mászással. Pisztolyt elő. Hát ez nagyon nehézkesen akart. Nem tudom, hogy arra mi van. Nem vagyok rutinos játékos ebbe. Mindig tetszett, de annyira egy fogalmam nincs amúgy. Ami nem baj szerintem. Persze, hogy játszottam vele egyébként. Hogyha most bárkiben felmerülne egyébként. Hát nyilván csak egyszerűen nem, egy 96-ban volt. Hát fogalmam nincs, hogy mi volt, vagy... Hát irányítani tudom, elmondanám, aki most röhög egyébként, visítva, amikor majd visszanézi ezt a videót, elmondanám, hogy az is csoda, hogyha valaki egyáltalán normálisan eljut idáig, tehát aki nem játszott perspektívikus nézettel így játékkal, mert ez az első között volt az ilyen játékok közül, az meg fog szenvedni még az irányítással is. Én örülök, hogy egyáltalán menni tudok vele egyenesen, de amúgy... Jó kis szórakozás volt ez akkoriban, meg még most is. Én annak is örülök, hogy egyáltalán menni tudok vele rendesen. Szép, nagyon tetszik egyébként. Külön nagyon megkapó, hogy ilyen kényelmesen és ilyen szépen fut itt böngészőben. Nyilván érdekesebb, hogyha az ember binárisból futtatja. Az majd egy külön érdekesség, a linuxosok, pupisok nézik a klippet, azoknak mondom, hogy megjelent a Puli új verziója. 7.0 mai nappal kikerült a weboldalra a cikk, ugyanis GUHász feltöltötte a Google Drive-ra a legújabb Pupi Linux kiadást. Remélem, hogy fog regisztrálni majd minél hamarabb a SourceForge-ra is, hogy tudjak adni adminjogot, és akkor a repóba is bekerül a cucc. Ugyanis a nálunk regisztrált francia felhasználók is előszeretettel ezt használják. Ez már elvont. Jó reggelt! Nem tudom, hogy ide most akkor le lehet esni, vagy nem. Hogy is lehet C betű, és akkor nézelődünk, ugye? Le, ezek szerint nagy baj nem lehet. C betű a nézelődés. Ez az. Ho-ho-ho! Itt találtam. Jó, ide jövünk, és akkor ezt még lehúzom, ezt a kart, ugye? Megfordulunk. És akkor pisztolyt elő!
Hát ez nagyon nehezen akart elpusztulni. Felmászunk, babám. Emeld a szép lábad. Akkoriban minden játékos gamer fiú ebbe a virtuális jányba volt szerelmes. Jó volt az első igazi reménytelen szerelme mindenkinek. Na most mi van ilyenkor? Le kéne googolni, nem? Megszenvedek az irányítással azért, ezt tegyük hozzá. Hop, 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 hop. Itt lesz valami medve, vagy mi, nem? Vagy az még nem itt jön? Ne nyögjé! Mit nyögt így ez? Ta-tam. Jó hangulata van egyébként. Hát le kell letesned, haver. Köszi szépen. Ezt köszi. Na még egyszer. Ezt nem hiszem el. Hol a másik kutyi? Na mindegy, ezt olcsón megúsztam. És most hova megyünk? És most? De mi van itt? Itt nincs semmi. De amúgy ide jöttem volna, gondolom, ide kellett átmászni. És most? Na mindegy, ezt még ki kell tapasztalni, mert fogalmam sincs. Na de hát az vesse rám az első követ, aki már járt ilyen helyen. Na most. Át kell menni a másik ide. Onnan jöttem, nem? Juhú. Ja, tényleg lehet ilyet is csinálni. Nekifutok, shift előre föl. Juhú. Na. Várjunk, itt kimaradt valami. Ide átmegyünk, nem? Úgy, úgy. És akkor shift előre ugrás. Jó. Meg is van. Tudtam én, hogy ide jövünk. Csak nem sejtettem. Na. És most itt lesz a medve, nem? Hát csak leestem. Át akartam ugrani. Ó, hogy az a... Na, itt megmurdalunk. Na most. Vagy valahol fel lehet még mászni, ugye? Még az a, az a másik. De nincs olyan szerencsém. Oha. Akkor csak ott a medvén vezet át az út, gondolom. Ha már ennyi eszem volt, hogy leestem. Szerintem kijelenthetjük, hogy szép munkát végeztek. Jó, hát persze látszanak a hibák, de hát mit várjunk egy ingyenes játéktól, tehát nyilván, tehát... Ó, mi van itt? Élet.
Mit kell rákattintani, vagy mi? Ó, ez itt egy kő, ugye? Shift, Control, előreugrás. Nem? Nem ugrasz? Nem arra. Na, még egyszer. Na, mondom én, hogy így be lehet ugrálni. Ügyes vagy. Já, nyom. És akkor mehetek vissza, vajon? Vagy ez még nem az a pálya? Nem tudom. Na, az a helyzet, hogy ezt meghagyom a kalandoroknak, nem akarok túl sok időt itt elbénázni, mert egy részt ugye ez is elég rettenetes ebben a formában, ahogy én játszok, úgyhogy erre pont nincs senkinek szüksége. Viszont én ezt majd magamnak ki fogom találni, hogy mit kell csinálni, és merre kell mászkálni, meg szerintem lehet én is megnézek egy-két gamer videót, mert fogalmam nincs, hogy itt mihol volt, még a medvéig emlékeztem nagyjából, úgyhogy meg így menni még talán tudok vele, úgyhogy igazából az lett volna ezzel a videóval a célom, hogy bemutassam, hogy van ilyen, hogy Open Lara, és újraírták, úgyhogy akinek nagy kedvence volt annak idején, az azért játszom vele, aki szereti a retro játékokat, az meg azért. És aki egyszerűen csak elégedett azzal, hogy ilyen játékokra megjelennek native source kóddal, open source kóddal, nyílt forrású játékok a GitHubon letölthető kóddal, az pedig azért. És én is várom természetesen az ilyen játékokra a visszajelzést, ötleteket, és bárki, akinek van egyébként még ilyen hasonló kincse tarsójában, az ne tartsa magában. És hogyha valaki viszont csuklóból ezt a pályát végigviszi, az nyugodtan csinálhat is róla egy videót. Ugyanis én itt nagyon eltévedtem, ez nekem biztos nem 5 perc lesz, de nem hiszem, hogy azzal értékesebb lenne a videó, hogy itt fél óráig bolyonganék, szerintem majd valamit kitalálunk. Összesítve ezt az egészet, az nagyon szuper, hogy megcsinálták, nagyon jól néz ki, nyilván a rajongók ezt még tudnák fokozni, hogy ez mennyire jó dolog. Én azt mondom, hogy grafikailag és maga a játék egyébként nekem nagyon tetszik és nagyon jól ki van dolgozva. Úgyhogy, hát mást így hirtelen nem tudok elsőre mondani. Itt a Facebook oldal, GitHub oldal, ugye saját pályát feltölthetünk a játékból. És hát így elsőre talán ennyi, amit elmondhatok róla. És ugye ez a link, tehát Xproger Info Projects Open Lara. És akkor természetesen ezt a videó alatt is feltüntetem. És hát egyelőre ennyi lett volna ez a kis váratlan gerilla stream, igazából ennyi időm volt, meg csak mindenképpen be akartam számolni arról, hogy milyen maga a játék, mik az új fejlesztések, ugye lehet olvasni folyamatosan a Facebookon, hogy mit csináltak róla, és hát én is várom természetesen a tippeket, ötleteket a Discordon, a videók alatt, és egyelőre megköszönöm a figyelmet, és hogyha még valamilyen kincset találok, akkor természetesen jövök a következő videóban ezekkel. Egyelőre köszönöm szépen, sziasztok!